4 mérkőzést játszott, és mind a 4-et megnyerte a nyíregyházi együttes a 1,5 millió forint összdíjazású Fátum Property kupán. Nyitányként a DVTK győzte le 3-0-ra a házigazda, majd az UTE csapatát múlta felül 2-1-re Németh Szabolcs együttese. Az elődöntőben az MTK és a döntőben a Szent Benedek Röplabda Akadémia sem tudott szettet nyerni a nyíregyháziak ellen, akik így a tavalyi évhez hasonlóan megnyerték a tornát, és az azzal járó 600 000 forintnak is örülhettek a játékosok. A vezetőedző szerint még nem működött tökéletesen minden, a bajnoki rajtig hátralévő időben azonban kijavíthatják a hibákat. A végeredménnyel abszolút elégedett vagyok, viszont a mutatott játék az hagyott kívánnivalót maga után. A szisztéma, amit megálmodtunk, az már látszódik, az már elkezdték kivitelezni a lányok, de viszont még, és ezért nem is törhetek még egyelőre pálcát a fejük fölött, mert még nem abban a stádiumban vagyunk, amikor mindent hibátlanul kell csinálni. Nem volt meg az a precizitás, ami majd remélhetőleg minket fog jellemezni. Erre hívtam föl a figyelmüket, illetve azért pár játékosnak még föl kell venni azt a ritmust, amit mi itt a Fátumnál diktálunk, az a maximalizmus. Meg kell tanulni mindig azon a hőfokon égni, úgy akár kezdeni egy mérkőzést, vagy akár beszállni egy mérkőzésbe, mert akkor leszünk igazán jó csapat, egység, hogyha mindenki a maximumot fogja beletenni. A bajnoki nyitányon október 17-én Kaposváron lép pályára a Nyíregyháza, addig még 2-3 felkészülési meccset játszik a csapat. Ezen a hétvégén úgy volt, hogy megyünk Szlovákiába egy edzőmérkőzésre ahhoz a szlovák csapathoz, de ez úgy tűnik, hogy megjósult, mert se ott, se itt nem voltak adottak az utazáshoz a körülmények, tehát oda valószínűleg nem fogunk kimenni. Próbálunk most edzőmérkőzést találni erre a hétvégére, mindenféleképpen, hogyha kell, akkor kimegyünk külföldre, most mennek az egyeztetések, majd meglátjuk, illetve a jövő hétvégén, az október 1-2-ai hétvégén, akkor Balatonfüreden veszünk részt egy ottani tornán, ahol mind a Békés Csaba, az Újpest és a Balatonfüred fogja megméretetni magát egymással, és azzal fog zárulni az követő hétvége, egy szünettel fog telni, hogy a lányok egy kicsit úgy aklimatizálják, és aztán utána kezdődik a bajnokság, amit reményeink szerint már teljesen egészséges és teljes csapattal tudunk megkezdeni. A Fátum Nyíregyháza ebben az idényben a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelve képviseli a magyar röplabdát. Pénteken a szlovéniai Ljubljanában tartják a sorsolást, amelyen kiderül, hogy melyik 3 együttes lesz a csoportban Németh Szabolcs csapatának ellenfele.